Üdvözöllek itt a csatornán. Egy újabb kalandos nap vette kezdetét itt a Fülöp-szigeteken. Éppen a reptérre tartunk, ugyanis most a Fülöp-szigeten vagyunk, Luzonon. De átrepülünk más kis szigetekre is, hogy azokat is megnézzük. És ezért kellene visszajutnunk Manilába, ugyanis jelenleg Santa Rosában vagyunk, Nueva Ecija megyében. És innen egy olyan 3-4 óra busszal, mint Manila. Ráadásul itt nem úgy járnak a buszok, mint otthon menetrend szerint, hanem amikor így megtelik, akkor elindul. Úgyhogy alapból kicsit trükkös, és mint látjátok mellettem, meg halljátok is, hogy hatalmas a forgalom. És ez azért van, mert ezt a hidat éppen elkezdték felújítani, de pont most. Úgyhogy nem tudtunk rajta eljutni autóval, és félünk, hogy lekéstük a repülőt, ezért gyalogszerre vettük a figurát, hogyha nem szorítana az idő, hogy elérjük a gépet, akkor egyébként nem is zavarna, hogy így sétálni kell. Én nagyon élvezem, hogy így egy tricikliket, meg mindent így alaposabban szemügyre tudok venni, mint csak úgy autóból, mert ugye jobban van időm őket megszemlélni. Nagyon izgalmasak, szerintem. Még csak reggel 7 óra múlt egy pár perccel. Úgyhogy a klíma is pont jó lenne egy ilyen jó kis sétáláshoz. Hú, mennyi finomság lógott ott. Thank you. Ez olyan része a Fülöp-szigeteknek, ahol nem szokott jönni. Good morning! Ahova nem szokott jönni külföldi, mert hogy itt nincsen semmi turisztikai célpont, csak hinusék ebben a városban laknak. És azért vagyunk most itt, úgyhogy nagy szenzációnak számítunk, ahogy három külföldi gyalogol itt az utcán. Thank you. Aha. Aha. Az add ide. Valahogy bent vagyunk. Bent vagyunk. És így zártuk el a hideg levegő útját. Kijöttünk a reptérre, még van egy óránk a beszállásuk, úgyhogy addig érkezzünk. Már nem volt hely egyébként így az ülésre, úgyhogy lekuckoztunk a földre, és ramen, valamint teppanyakit vásárolmányoztunk magunknak, mint elemózsia, és nagyon teljesen be vagyok zsongva, hogy japán étkert fogok. Nagyon furcsa élmény lesz, ugyanis kanállal és villával kell megennem a rámenemet. De ugye itt a Fülöp-szigeteken csak kanalat meg villát használnak, és nem kaptunk evőpálcikát, és ez így nagyon fura. Nagyon finom a leve. Nagyon jó. Igazán teljesen olyan íze van, mint Japánban. Már itt ülünk a gépen lassan egy órája, úgyhogy kicsit késésben van, és sajnos kint elkezdett esni az eső, de bízunk benne, hogy Dumaguete-ben jó idő lesz. De egyébként nem az a végcélunk, onnan ott alszunk egy éjszakát, és holnap reggel fogunk kompal átmenni Sikihorba. Megérkeztünk, itt vagyunk Dumaguete-ben. Egy rövid kis másfél órás út volt egyébként, videót vágtam, és eseménytelenül telt.
Először is egy triciklit kell fognunk. Csoda, hatalmas tricikli. Ilyet eddig még nem láttunk. Wow, ebbe aztán kényelmesen el lehet ücsörögni. Ó, ott van ilyen, még ilyen kis pados része is. Ebbe 10 ember is belefér. Hát ebbe bele. Ebbe nem kell úgy kuporogni, mint mi eddig. Át fogunk futni. Itt nem, így van. Itt nem nagyon vannak gyalogátkelők, úgyhogy csak úgy lehet átjutni, hogyha az ember egy kísérlés átfut. De a helyiek is így közlekednek egyébként, hogy egyszer csak bátrak lesznek, és elindulnak. Jújjúj! Átjutottunk! Oké. Okay. Szuper! Ó, oh, nagy nehezen sikerült egy triciklit fogni. Nem volt egyszerű. Az összes foglalt volt. Viszont ez legalább nagy. Itt vannak mögöttünk a... Mi kell? Táskák, a csomagok. Én az enyémet fogom. Azt már nem félted, de... A Fülöp-szigeteken vannak ilyen kukkantós kajál, de meglesett, hogy mi az étek. Aha, csak ott van benne az leves. White beans. Ó, az milyen leves, az tök jól néz ki. Csirke curry. Én az meghozta a kedvem, és ez... Mikolexpress az ilyen. Igen, csípős, ilyen fehér és csíp. Wow, micsoda szerintem ülj a szakát. Húsgolyó, zöldségek, halacska, curry, tojás, minden, viszont szájnak ingere. Minden nagyon jól néz ki. Nagyon finomat fogunk enni. Ez volt a sziszig. Előbb azt hittem, hogy levideóztam, de mégse. És most meg már megettük majdnem. Ez nagyon helyi kajcsi. Sertéshúsból van, meg zöldségekből, de tényleg egy kicsit csíp. Az állaga nekem egy kicsit nem olyan puha, tudod, hanem olyan... Ebben ilyen tűr, meg ilyenben látom, borcsogó. Csak azt nem szereti? Én nem. Igen, mert olyan rocogós a fogam alatt. Nekem ez nem. De amikor disznóhús mondtak, én nem a fülére gondoltam. Következő fogás a curry. Én erre vagyok a leginkább ráizgulva. Az illető nagyon jó. Inkább az indiai curryhez hasonlít, mint a japánhoz. Az első kilátásunk a tengerre. Beütöttem én fejem. Megérkeztünk ide a kompállomásra. És most komppal fogunk nagyjából egy óra alatt áthajózni a fő célunkra. Jól mondom, hogy Szikihor? Igen. Szikihor, jól mondom, mert nagyon cirkálmányosan van leírva. Thank you. Ugyanúgy, mint egy reptéren, itt is van ilyen átvilágító, bár pont nem működik jelenleg, úgyhogy a botos, ösztökélős módszert választják. Hoppá, el is ejtette a kis botját. Ez a megturmányolja, megizgatja a csomagokat, és akkor kiváló eszköz, igen, azzal felderít minden illegális dolgot, ami benne lehet a táskámba. Nagy kincseket visznek magukkal. Fánkok. Láttam, volt, aki a repülőn is azzal utazott. Hatalmas kincs.
nagyon himbálódzik. Megérkeztünk, elég nagyon tél vagyunk, és hát sajnos azok a fázók se túl biztatóak ott mögöttünk. Ellenben a tenger színe az gyönyörűséges már most. Reméljük, hogy nem lesz vihar, mert hogy tájfun van kilátásban sajnos. Azért is indult később a gépünk tegnap, mert olyan nagy vihar volt, hogy nem tudtunk felszállni. Hát bízunk benne, hogy megúsztuk ezt a tájfun dolgot. Ráadásul a mai szállás az egy nagyon különleges szállás lesz. Azt otthon én kinéztem és beleszerettem, és nagyon-nagyon-nagyon odáig vagyok tőle. Ami nehéz lesz, hogy feljutni nagyon kalandos. Amikor foglaltuk, utána jött az értesítés, hogy hát oda elég nehéz feljutni, úgyhogy meg se próbáld a csomagjaiddal, mert nem fog menni. Úgyhogy ha erre még jön egy tájfun is, akkor nem tudom, hogy fogjuk abszolválni a feljutást. Szikihor egy elég picike kis szigetecske, szóval gyorsan körbe lehet járni, és kb. 10-15 perc alatt triciklivel át is jöttünk San Juanba, mert hogy itt lehet kajcsizni, és reggel 8 körül van, úgyhogy ideje megreggelizni. Imádom ezt a hintás megoldást itt az étteremben. Van ilyen nyugati reggeli, hogy bacon, két tojás, kenyér, vaj, jam, ilyenek, vagy van ugye Filipino reggeli, vagy vannak szendvicsek. Ha már akartok reggelire koktél. Ha már reggelire koktél, azaz. Szereztem magamnak új barátot. Ide kell a pedét menni. Az a minikám. Befészkelte magát ide közénk. Reggeli! I didn't even manage to buy it. Ő nem fog menni. Egy palatot magamével töptem. Azt mondja, hogy te játszhatunk, amikor felnőttek esznek. Kiumió! Csitesik sajnos az eső, de annyira szép, fehér homokos partunk van. Éppen apályban, és így teli van a part. Jaj, nem jól csináltam, amit csináltam. És itt vannak a szép kagylók mindenfelé. Milyen gyönyörűek. Ott futszalad! Jaj, de aranyos, hogy itt parkodik. Na hát az izgalmak elkezdődtek, ugyanis egyre jobban esik az eső. Thank you, bye! És el akarunk indulni a szállásunkra, viszont a tricikli ebben az időben nem tud végig minket felvinni, úgyhogy a szakadó esőbe kell majd túráznunk, olybá tűnik, felfelé a cuccokkal, a csúszós úton, meg minden, úgyhogy vicces lesz. Eddig volt köves út, úgyhogy itt kirakott minket, tartok neked esenyőt. Thank you! Bye-bye! Kirakott minket, és akkor innentől ilyen lesz az út. Ezen kell megindulnunk felfelé, de állítólag csak fél kilométer, ami egyébként nem gáz, szóval megláttam az interneten ezt a szállást, ami egyébként hobbitlak lesz, és rögtön bele szerelmesedtem, úgyhogy azért vagyunk itt az Isten háta mögött, fent a semmi közepén, a hegytetőn, mert a lánynak természetesen kellett a hobbitlak. Kiváló útszakasz a szakadó esőben. Na már mindjárt itt vagyunk, ott írja is, hogy hobbit! Még ez a pár kis kedves lépcsőfok. Jaj, de szépek ezek a növények! És már célba is érünk.
rettenetesen szakad. Basszus! Pedig nem gyönyörű lenne a kilátás. Van itt nekünk, melyik? Ez a toron. Ez a tisztában csomagolt banán. Ez meg a banának jó. Banának ez meg jó. Ilyen, hát ilyen meg karamellizett. Na ezt fogjuk most megkóstolni kilátással. Mmm, ez finom. Finom? Mhm. Így most már sokkal jobb, mert most hegedűre emlékeztem. Mmm, nekem ez még jobban ízlik, hogy bundiba van. Köszönöm, ki van díszítve a kis krokszocskám. És ez a dino az egyik kedvencem. És megmutatom nektek, hogy hát ez még világít is, mindjárt besetítitek. És ó, oda nézzetek, milyen csodálatos! Eljöttünk ide kajcsizni, mert a szállásunkon elég limitált a választék, és annyira tetszik, mert ugye ott vannak angolul a szavak, és mellette az itteni nyelven, itt nem tagalogul, hanem vizája az itteni nyelv. Akkor vizájául, ez így nagyon jól hangzik magyarul, tehát vizájául ide vannak írva a szavak. Megérkezett a vacsi, ez ilyen, hát ilyen rámen-szerű, csak ilyen itteni ül. A finom, és ez is banánlevél? Banánlevélbe van tálalva, igen. Ez olyan jó, hogy minden banánlevélbe tálalnak. Nem kicsit az ízét. Hú-hú, ott készül a kókuszom. Wow. Rendeltem egy kókuszkát, mert van itt nekem rumom, amit megkóstoltam magában, mert hogy itt egyébként tényleg tök finom ez a rum, de én még így sem vagyok egy nagy rumos, úgyhogy lesz belőle rumos kókusz.